Mindössze két jelnyelvi tolmács dolgozik a megyében, kevés a jelnyelvi tolmács hazánkban, és sokszor ütköznek problémákba a munkájuk során. Kommunikációs szintű jelnyelv tudást bárki elsajátíthat, akár Nyíregyházán is, de OK és tolmácsképzés csak a fővárosban van. Mindössze ketten dolgoznak jelnyelvi tolmácsként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kevésnek tűnhet ez a szám, de általában megyénként ennyien segítik a siketeket és nagyothallókat. A megyében 470 regisztrált tagja van a SINOSZ-nak, ebből 70-en siketek. Az országos adatokat tekintve ez 15 ezer fő, amelyből 3 ezer a siket. Számukra segítség egy Magyarországon 3 évvel ezelőtt elindult jelnyelvi videótolmácsolási rendszer, az úgynevezett kontakt szolgálat, amely a telefonos ügyintézésben segíti a hallássérülteket. A nap 24 órájában videón keresztül tudnak kommunikálni a jelnyelvi tolmácsokkal. Nyíregyházán egy alapvető kommunikációs szintig elsajátítható a jelnyelv, itt a SINOSZ központban. Gyakorlatilag, ha valakinek jó a vizuális hozzáállása, én így mondanám talán, gondolkozása, ez na könnyű, mert ugye ezek vizuális jelek. Ezek nem olyan, mint egy hangzó nyelv, hogy bedugom a fülembe, hallgatom és közben megtanulom. Ezt ha nem látom, akkor nem tudom elsajátítani. Igazából nem okozott még senkinek, aki beiratkozott, hogy meg szeretné tanulni komolyabb problémát, gyakorolni kell sokat. A tolmácsszolgáltatás már 15 éve működik hazánkban, mégis sokszor ütköznek olyan akadályokba, amelyet nem tudnak kezelni. A toleranciát tekintve pedig az intézményeknél nem lehet általánosítani, mert a színházak például egyre nyitottabbak az akadálymentesített előadásokra, de a közintézményekben van még tennivaló ezen a területen. Folytatjuk a témát itt a stúdióban Demeter Szabó Ildikóval, jelnyelvi tolmáccsal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! No, hát mi azért nem tegnap előtt, hanem egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt beszélgettünk erről először, amikor hát lehet azt mondani, hogy a megyében nem kettő jelnyelvi tolmács volt, hanem a régióban volt talán egyedül ön, vagy ketten voltak, akikvel megoldották ezeket a kommunikációs feladatokat. Nem sokat javult a helyzet. Mi lehet ennek a hátterében? Ebben a formában azért azt gondolom, hogy túlságosan borulátó lenne a kijelentés, hogy nem javult a helyzet, hiszen arról van szó, hogy 2003 óta működnek jelnyelvi tolmács szolgálatok Magyarországon, és először valóban régiós szolgáltatásként dolgoztunk a régióban 3 főállású munkavállalóval. Jelen pillanatban a minimum követelmény az az, hogy minden megyében a tolmácsszolgálatnál minimum 3 fő dolgozzon. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében ez azt jelenti, hogy 2 jelnyelvi tolmács és egy kommunikációs segítő szinten lévő adminisztratív feladatokat ellátó diszpécser dolgozik a jelnyelvi tolmácsszolgálatban. Ez az általános alapfeltétele a tolmácsszolgálatok működésének. Természetszerűen, ahol igény van rá, ott szabadúszó tolmácsokkal a létszám nyilván növelhető. No jó, de őket akkor így a rendszerben nem látjuk, vagy csak nehezen látjuk, viszont az volt kivehető ebből a riportból, hogy több emberre lenne szükség. Így van-e ez, és hol tapasztalják ezt, mikor tapasztalják ezt? Egy olyan kis létszámú megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hallássérültek tekintetében nyilvánvalóan, is érzékelhető egyébként olykor az, hogy a két jelnyelvi tolmács kevésnek bizonyul. Nyilvánvalóan elsősorban az olyan helyzeteket kell itt érteni, amikor egy időben lenne szükség több helyszínen jelnyelvi tolmács segítségére, ketten nem tudunk több felé menni, tehát vagy előfordul az, hogy a hallássérült ügyfeleknek kell módosítaniuk az ügyintézésük időpontját ahhoz, hogy jelnyelvi tolmács segítségét tudják igénybe venni, vagy pedig egész egyszerűen nemet kell mondanunk a feladat ellátására, hiszen nem tudjuk technikailag megoldani ezt a feladatot. Mikor, milyen területen tudnak számukra segítséget nyújtani, mondjon életszerű példákat, helyzeteket? Az élet minden területén, és itt a legegyszerűbb telefonos ügyintézésekre is lehet akár gondolni. Önálló életvitel támogatásának nevezzük ezeket a jellegű feladatokat. Ezek a talán legegyszerűbben kivitelezhető tolmácsolási helyzetek, hiszen nem szükséges helyváltoztatás, az irodában el tudjuk látni ezeket a feladatokat, a
tolmácsszolgálatoknak minimum napi 4 óra ügyfélfogadást kell tartaniuk, ahol ugye, ha az ügyfelek beérkeznek az irodába, akkor ott tudunk rendelkezésre állni és segítséget nyújtani. Az önálló életvitel támogatásához egy hatalmas segítséget jelent a 3 évvel ezelőtt elindult SINOSZ Kontakt jelnyelvi tolmácsszolgáltatás, ami egy videó tolmácsszolgáltatási rendszer. Napi 24 órában működik a rendszer, reggel 8-tól este 8-ig folyamatosan elérhető, az ország bármely területéről egy internetes alapú szolgáltatáson keresztül, este 8 és reggel 8 között pedig sürgős esetek ellátására érhető el az ügyelet. Azt említették, hogy vannak helyzetek, amikor problémákba ütköznek. Mik lehetnek ezek a problémák, vagy melyek ezek a problémák? Sajnos a sok éves gyakorlat sem segített bizonyos helyzetekben leküzdeni ezeket az akadályokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sajnos az egészségügyi terület az, ahol a legtöbb problémával találkozunk. Igazság szerint nem tudunk rá egyértelmű magyarázatot találni. Nyilván az orvosi etikára hivatkozva nagyon sokszor próbálja az ember megérteni ezeket a dolgokat, csak a probléma az, hogy a jelnyelvi tolmácsokat ugyanúgy titoktartás kötelezi a munkavégzésük során, és semmi más feladatuk nincs gyakorlatilag, mint hogy a kommunikációst akadálymentesítsék, és egy hallássérült ember számára egy olyan kiszolgáltatott helyzet, mint az egészségügyi területen való közreműködés sok esetben nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint talán bármely más területen. Úgyhogy talán ez az a terület a megyénkben, ahol rengeteg hiányosságot tudnánk még mindig említeni. És mondjuk a közigazgatás, hivatali ügyek tekintetében? A közigazgatási területen az ügyintézések egy részét nagyszerűen kiváltja ez az említett videótolmács szolgáltatási rendszer. Egyébként arra is van lehetőség, hogy a hivatalok megállapodást kössenek a Siketek és Nagyothalok Országos Szövetségével, és amennyiben a wifi internet szolgáltatás biztosított, úgy a hivatal biztosítani tudja a jelnyelvi tolmács szolgáltatást a betérő hallássérült ügyfelek részére. Természetesen a személyes ügyintézésnél is sokkal gördülékenyebb, hála jó Istennek, azt lehet mondani az ügyintézés, mint mondjuk az egészségügy területén. Mondjuk a közigazgatásban egyébként az elektronikus felületek is sokat jelentenek, hogy a legtöbb ügyet most már lehet ugye az e-közigazgatás keretein belül végezni. Csak egy honlapcímre jut időnk, ahol tájékozódhatnak a jelnyelvi tolmácsképzésről azok, akiket érdekel ez a terület. Melyik honlapra látogassanak el, és miért érdemes? A www.jelnyelv.hu honlapon minden olyan információt megtalálhatnak az érdeklődők, akik szeretnének jelnyelvet tanulni, esetleg szeretnének jelnyelvi tolmácsképzésbe bekapcsolódni. Siketek és Nagyothalok Országos Szövetsége működteti ezt a honlapot, és minden információ elérhető, ami ehhez kapcsolódik. Demeter Szabó Ildikó, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.